Köszöntöm sportmagazinunk minden kedves nézőjét. Műsorunkban híreket hallhatnak sportolóink eredményeiről, városunkban zajló sporteseményekről. Riportokat hallhatnak sportolókkal, edzőkkel. Mai témáink. Jó hírek a csarnokból. Múltba tekintő. Emlékképek a hajdani NB1-be feljutó férfi kézi csapatról. Rövid hírekkel kezdjük mai sportmagazinunkat. Párbajtőr. A Dohában rendezett idei első rangos nemzetközi Grand Prix-n Bockó Gábor a dobogó legmagasabb fokára léphetett. 6 győztes selejtező kör után, olimpiai és világbajnokokat búcsúztatva, 3 hirtelen halálos mérkőzés után újra bizonyított a 35 éves tapolcai párbajtőröző. Gratulálunk! A Pozsonyban rendezett európai kadett vívó körversenyen az Eszelbe a Balaton vívó klub kiválósága Siklósi Gergely ezüstérmet nyert. Az indulók száma 210 volt. A hosszabbításos fináléban mindössze egy tussal maradt alul a másik magyar versenyzőtől, a vasas tehetségétől, Bányai Zsombortól. A lányok mezőnyében 174 versenyző indult, a balatonos Schiffer Claudia a legjobb magyarként a 6. helyet szerezte meg. Teremlabdarúgás. A Vasváron rendezett bajnokok tornája elnevezésű teremlabdarúgó tornán a Tapolcát képviselő Varjú Fogadó gárdája minden mérkőzését nyerve megszerezte az első helyezettnek járó kupát. A győzelmen túl a torna gólkirályának járó különdíjat Csala Ferenc vehette át. A csapat tagjai voltak Balog László, Bauman Szabolcs, Csala Ferenc, Horváth Norbert, Pupos Krisztián, Rétai Szabolcs, Szőce Csaba, Szőcs Dániel és Tóth Tamás. Balatonfüreden 2 korosztályban, U9 és U14-ben 11 csapat fiataljai rúgták a bőrt, a Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub szervezte utánpótlás labdarúgótornán. A tapolcai U14-es csapat a 4. helyen végzett, és egy külön díjat is hazahozhatott Ács Márton, mint a torna legjobb kapusa. 7. alkalommal tartották meg Ajkán a Malkupát, sakk hírez. 10 egyéni korosztályban a csapatoknál 2 csoportban hirdettek győztest, tapolcai eredmények. Az Ovis lányoknál Koleszár győzött, az Ovis fiúknál első helyen Ríger, második helyen Kötéljártó, harmadikon Csaba végzett. Az A1-es lány korcsoportban első lett Juhász, második Tardos, harmadik Gál. Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál első lett Hamza, második Kaufmann, harmadik Kovács. A fiúk második korcsoportjában győzött Kaufmann Kristóf, második Érseki Áron. A harmadik korcsoportban lányoknál győzött Érseki Tamara, fiúknál Kaufmann Péter lett az első Szabó és Buzás előtt. A negyedik korcsoportban győzött Árvai Eszter, Koltai és Sötét előtt. Csapatversenyben az A csoportban második helyen végzett a tapolcai csapat, Árvai Juhász Szabó összeállításban. A B csoportban második helyen végzett a tapolca Rockwool VS-e, a B csoport és az A csoport tábladíjai közül Bodó a második helyen végzett a Rockwool versenyzőjeként, harmadik a szintén Rockwoolos Kosztolánci. Külön díjak is kiosztásra kerültek, a legfiatalabb tapolcai gyerek Gál kapott külön díjat, és Ríger. 2012. február 25-én Tapolca ékszerdoboza a városi rendezvénycsarnok megsérült. Hiányát az egész város érzékelte. Remélhetőleg biztató hírekkel érkezett hozzánk Rédli Károly, a csarnok üzemeltetője. Következzen a vele készült interjúnk. Remélem, hogy nagyszerű hírekkel érkeztél csarnokkal kapcsolatban. Hát én csak, igen, a hírek természetesen nagyszerűek. Meg tudom erősíteni a részben a Tapolcavárosi Televízióban múlt héten elhangzottakat, illetve a városban közszájon forgó most már jó híreket. A munkálatok valóban elkezdődtek januárban, és a tervek szerint, sőt, azt, bár óvatosan akarok fogalmazni, azt kicsit meghaladó ütemben haladnak. Én hétfőn
főn, tehát ennek a hétnek az elején beszéltem a telefonon a kivitelező cég vezetőjével, és próbáltunk egyfajta időrendet összerakni, és a tőle kapott információk is megerősítik azt, hogy a február végi időpont talán még azt megelőző néhány nap is realitása van annak, hogy befejeződnek a munkálatok, és a csarnok javítást követően teljes egészében használható lesz. Egy gyorsított ütemű eljárást a használatvételre vonatkozólag épp a napokban polgármester úrral is a jegyzőasszonnyal hivatalban beszélgettünk, hogy ebben is lépéseket tesznek, hogy ezt az időtartamot is lerövidítsük. Annak érdekében, hogy a munkák befejezése után február 24-én a kézilabda bajnoki mérkőzéssel, ha úgy tetszik, megnyithatjuk a csarnokot, és mint egy második születésnap révén megkezdődik a tavaszi szezon kézilabdásoknak, a csarnok pedig egy részben új időszámítás. Hát nagyon reméljük, és nagyon bizakodunk ebben. Milyen kiesés volt ez, ahogy a sportesemények, amiket ott rendeztetek eddig, most elmaradtak ebben az egy évben? Hát egy nagyon nagy idő, természetesen a pénzügyek is ezt támasztják alá. Gyakorlatilag az önkormányzat is kért tőlünk egy ilyen kimutatást, egyeztetve a tervező gyártóval, tehát abban a eljárásban szükséges volt ez a fajta kimutatás. Én ketté bontanám a dolgot, van egy úgynevezett közvetlen bevételkiesésünk, ami már akkor tavaly februárban tudott lekötött programok, illetve azok elmaradásából következő. Ez nagyságrendileg a 4,5-5 millió forint. Ott tett ki az év végéig, hangsúlyozom, tehát 2012 végéig, és van egy szerintem elég jó körülhatárolható és a 10 éves tapasztalásból következő közvetett kiesés, ami, hogy példát mondjak, mondjuk a nyárra egyébként már előkészületben lévő, de még aláírt szerződésekkel nem bíró edzőtáborok, olyan őszi programok, amelyek eseti programok lettek volna és nyilvánvaló bevételt hoztak volna, hát ezek azok, amik azt gondolom még egy 1,5-2 millió forintot mindenképpen rátesznek, ahogy teszik a bevétel kiesésre, tehát a nagyságrendileg 7 millió forint körül van az az összeg, ami nálunk bevétel oldal kiesésként jelentkezett, és az ellenoldalon a költségekben igazából nagy tétel megtakarítás nem lehetett, nyilván a használat elmaradása véget, az energiaköltségeink azok csökkentek, de hát azon voltunk, és azt gondolom nagyon sokan tapasztalhatták több-kevesebb sikerrel, hogy a ház ne teljes egészében zárjuk be, ne kelljen teljes egészében bezárni. Igyekeztünk a kis rendezvényeket megtartani. A ház azért működött, hiszen a sportolásra, ha korlátozottan is, és egyéb elfoglaltságban egyéb rendezvényekhez biztosítottuk. Ráadásul a Tamási Áron bezárása november-december fordulóján még további kis programokat, hétközi programokat hozott oda, szerencsére őket be tudtuk fogadni. Úgyhogy összességében ez nekünk nagy érvágás volt, ebben nyilvánvalóan az önkormányzattal menet közben is, és az évvégén is megtörténtek az egyeztetések, ez az a kategória, amit tudomásul kellett venni, és megoldást kellett találni, mint hogy megoldást kellett találni arra is, hogy a munkálatok ne szenvedjenek késedelmet amiatt, hogy a háttérben milyen egyezkedések zajlanak. Az önkormányzat elejétől kezdve azt gondolom, hogy bölcs felfogással, bölcs döntéssel úgy állt a dolog mellé, hogy a csarnokot minél hamarabb üzemképes használati állapotba hozni. Aztán majd a járulékos dolgok, a költségek megosztása, megegyezés a egykori tervezővel, kivitelezővel, ez egy későbbi fázis. A legfontosabb az, hogy annak az igénynek elébe menni és kielégíteni, hogy a csarnok minél hamarabb használható állapotban legyen. A kézilabda minden őszi mérkőzést idegenbe kellett játszani mindkét csapatotoknak, tehát mind a 4 korosztálynak. Ez azt jelenti, hogy minden hétvégére fog esni a kézilabda mérkőzés. Azért emeltem a fiúkat, mert ők kezdenek, de rá egy héttel már a lányok következnek. Aztán valóban a családbarát munkahelyként az önkormányzatok lesz. Március 1. napja, 2. egy szombati napon rendezvénye. 3. ugye kézilabda, 8-9 klasszikusan a sportgála, és a gimnázium szalagavatója. A következő hétvége, március közepe az már a több időpontban eltolt, de végül is most már tavasz ünnep néven megtartandó fúvószenekari koncert. Aztán következik március vége fele a egészségnap, szintén egy évet kihagytunk vele, hogy szépen lassan visszatérünk a normál kerékvágásba, és mindeközben
arra készülünk, hogy egy a tizedik évfordulat, a csarnok avatásának tizedik évfordulat emlékezetesét tesszük. Én nagyon remélem, hogy az ez évi tendencia a látogatók számának drasztikus csökkenése ezen objektív ok miatt, hogy a csarnok nem volt használható, ez feledés homályba merül, és valóban visszaállunk arra az évenkénti 50 ezer látogatószámra, mert ez így lesz, akkor 2013-ban ünnepelhetjük az 500 ezredik látogatót a csarnoknak. És arra valami meglepetést kell kitalálni, azt gondolom, nem csak az 500 ezrediknek, hanem mindannyiunknak. Azt gondolom, ez a legkevesebb, hogy valamilyen ötletetek legyen, hogy mivel lepitek meg azt a látogatót. Én úgy gondolom, hogy olyan a kollektíva ott a rendezvény csarnok, hogy mindenki kreatív, mindenkinek van jó ötlete, csak azok a dolgok, amiről beszéltünk, az a kezdés, az valósuljon meg. Úgy legyen. 1987-ben a tapolcai kézilabdasport egyszerre ünnepelt és gyászolt. A férfi kézilabdázók nagy bravúrt hajtottak végre, felkerültek az NB1-be. Ám Tapolca nem rendelkezett az előírásoknak megfelelő 20x40-es teremmel, és a tapolcai kézilabda csapat ezzel 1987-ben szembesült. A sikertörténet mégiscsak sikertörténet. Következzen egy olyan felvétel, amellyel megemlékezünk mindazokról, akik ezeket a sikereket elérték, azokról, akik a sikerek elérését szervező odaadó munkájukkal segítettek Tapolca kézilabda sportjában. Vezetők, sportolók, segítők, szurkolók bizonyára örömmel veszik, hogy nem felejtették őket el. Köszönet jár mindenkinek a megőrzött, összegyűjtött fényképekért, felvételekért. A DVD anyagot Pap József állított össze. Neki már nem tudunk köszönetet mondani. Ezzel az anyaggal szeretnénk a néhány hete váratlanul elhunyt Pap Józsefnek is emléket állítani.
Thank you.
Kedves nézőink, sportműsorunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hamarosan találkozunk a képernyők előtt. Viszontlátásra!